Aztán, hogyha megnézzük a feladatkezelőben, akkor itt láthatjuk, ugye erről beszéltem, vagy nem beszéltem, az is elképzelhető. Vannak olyan programok, amelyek futnak, de nem igazán látjuk. Tehát a tálcán nem nagyon vannak ott, viszont futnak a háttérben. És ezáltal memóriát, illetve processzort is használnak. Ugye? Hát ugye az AVG-t azt látjuk, hogy fut, viszont ha megnézzük, akkor itt láthatjuk, hogy itt jóval több minden van, mint ez az egy itt alul. És hát láthatjuk is, hogy itt azért memóriát használnak. Jelen esetben némi processzort is, ugye 4%, 1%. Ezeket itt átméretezzük, akkor láthatjuk, hogy milyen programok futnak jelen pillanatban nekünk a gépünkön. És láthatjuk, hogy az AVG, hát az azért igen, úgy rendesen telepakolta itt a folyamatok, programkód, programok listáját. Hát most nyilvánvaló, hogy a víruskeresőre szükségünk van, tehát most azt azért leállítani nem nagyon kéne. Sem a szolgáltatást, sem itt a futóprogramok között nem kellene leállítani. Viszont, ha itt körülnézünk, akkor azért jól láthatjuk, hogy mik azok a dolgok, amik jelen pillanatban terhelik a gépünket, ezáltal lassítják gyakorlatilag. És azért időnként, hogyha sok programot telepítünk, mert ki szeretnénk próbálni, telerak mindenféle servert, tehát olyan programokkal, amik 30 napig használhatók, vagy éppen egy bizonyos számú elindításig, vagy bármi ilyesmi, de szeretnénk kipróbálni, akkor azok azért bizony egy idő után teliszemetelik a gépünket, helyet foglalnak, háttérben futnak, automatikusan elindulnak, szolgáltatásokat telepítenek, és lehet, hogy már régen lejárt ugyan, tehát letelt a 30 nap vagy a X nap, de a továbbra is el fog indulni, és a háttérben futni fog, viszont mi nem is használjuk, tehát azért érdemes körülnézni. Itt aztán, hogyha szeretnénk törölni, akkor azt a programok telepítése és törlése részben megtehetjük. Vagy akár ugye itt az előbb ezt feltelepítettük, ezt a Startup Tunert. Itt is láthatjuk, hogy milyen a szoftverfülön. Láthatjuk, hogy ilyen pillanatban milyen programok vannak feltelepítve. És akár a vezérlőpultban is. Ugye, hogyha elindítjuk, akkor ugye a programok eltávolítását kiválasztjuk, és akkor szépen lassan betöltít nekünk az egyes telepített programokat. Hát betöltött a teljes lista. Látható, hogy azért most már van egy pár program, ennél persze sokkal több lehet, hogyha rengeteg programon van szükségünk, vagy hát ugye mondtam, hogy próbálgatunk egyes programokat, hogy ennyire tetszenek, akár ingyenes, akár fizetős, akár server jellegűeket. És hát azért ezt időnként mindenképpen javaslom, hogy nézzük át, mert itt azért nagyon sok minden felszaporodhat, feleslegesen terhelve a számítógépünket, lassítva a működést, teleszemetelve, úgyhogy ezt azért érdemes mindenféleképpen karban tartani, illetve ugye mondtam, hogy a futó folyamatok között nézelődni, akkor ugye a szolgáltatásokat átnézni időnként, hogy mik azok, amik elindulnak, mik azok, amik itt terhelnek. Ugye itt a feladatkezelőben processzor használat szerint ugye láthatjuk, hogy mik azok, amik nagyon terhelnek processzor használat szerint, hogyha rendezzük, vagy memória használat szerint, hogyha rendezik, akkor szintén láthatjuk. És el kell gondolkodni azon, hogyha valami nagyon terhel, akkor azt, hát, ha nagyon szükségünk van, akkor persze nem törölhetjük, nem állíthatjuk le, nem törölhetjük, de el lehet rajta gondolkodni, hogy mi az, amire valóban szükségünk van, mi az, ami nagyon terhel, és mit töröljünk akkor ezek közül, hogy a gépünk működése azért úgy tényleg gyors maradjon. Hát elég sok mindenről volt szó, talán gyorsan azért akkor összefoglalnám, hogy mire ügyeljünk pár mondatban. Hát ugye volt arról szó, hogy a programokat lehetőleg úgy telepítsük, hogy ne a program files-ba, tehát ne csak csináljuk, hogy next, 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 vagy következő, következő, tovább, tovább. Nyomogatjuk itt a gombokat a telepítésnél, ész nélkül.
hanem állítsuk be, hogy mi az, amit ténylegesen fel szeretnénk telepíteni, különös tekintettel a különböző toolbárokra, kiegészítő programokra, eszköztárakra. Aztán állítsuk be azt, hogy hol szeretnénk, hozzunk létre egy külön könyvtárat, hol szeretnénk telepíteni az adott programot. Rendszerezzük, hogy áttekinthető legyen. Például hozzunk létre egy programok könyvtárat, akkor azt kategorizáljuk, hogy víruskeresők, itt ugye meg is jelent az előbb, pedig csak kézzel írtam be, nem tallóztam, ugye itt van az AVG. Tehát, hogy kategorizálva ne a programfájzba telepítsük, akkor, hogyha van rá mód, olyan programot telepítsünk, aminek van telepítés nélküli változata. Egyébként meglepően sok ilyen program van, vagy ha nincs telepítés nélküli változata, akkor lehetőleg a következő Windows telepítés után már ne kelljen feltelepíteni újra, hanem fusson telepítés nélkül. Ilyen programból is rettentő sok van, tehát tényleg nem lehet azt mondani, hogy nagyon kevés programból lenne olyan, amit nem kell újra telepíteni. Úgyhogy erre is érdemes odafigyelni. Aztán ugye szó volt arról, hogy nézzük át azt, hogy milyen programok vannak telepítve, mik futnak szolgáltatásként. Ugye erre mutattam egy programot, egyébként még kismillió más ilyen ingyenes program van, amiben át tudjuk tekinteni, hogy automatikusan mik indulnak el. Ugye nekem volt a Free Commander, aztán ugye van itt a többi. Ráadásul ugye azt talán nem is mondtam, hogy vannak programok, amik kérdés nélkül bejegyeznek dolgokat, hogy automatikusan elinduljanak, például a Google Update. Emlékeim szerint az még azt sem kérdezi meg talán, hogy hova települjön, hanem csak feltelepül magától, ahova akar. Aztán az update-ját is ugye beteszi ide, hogy automatikusan induljon el. Tehát ezt nézzük át mindig, de óvatosan, tehát olyat ne szedjünk ki innen, amire valóban szükség lehet még. Aztán ugye volt arról szó, hogy a szolgáltatásokban ez a program nem túl erős jelen pillanatban. Ugye ezt az MS-config elindításával és a megfelelő fűreváltásával átnézhetjük. Akkor ugye nézzük át mindig a feladatkezelőt is, akkor a programot telepítése, törlése dolgot is rendszeresen nézegessük, hogy mik vannak telepítve, mik használnak sok processzort, illetve memóriát, illetve hát még ami fontos, hogy tényleg megfontoltan telepítsünk. Tehát ne az egy naponta feltelepítünk több programot, vagy hetente 10-20 új programot, mert annak nem lesz jó vége. Előbb-utóbb lassulni fog a Windows, illetve különbözőféle furcsa dolgokat tapasztalhatunk. Akkor összeakadhatnak programok esetlegesen, a böngészőt teleszemetelik különböző eszköztárakkal, toolbárokkal. Erre figyeljünk. Illetve van egy másik mód, az, hogy virtuális gépet használunk. Hát most ebben nem szeretnék belemenni túlságosan. A virtuális gépnek nagy vonalakban annyi a lényege, hogy feltelepítjük ugye rendesen a Windowsunkat, vannak virtuális gépek, ingyenesek is, erre rá tudunk keresni a Google-ben, és akkor abba gyakorlatilag telepítünk még egy Windows-t, ami a Windows-on belül futni fog még egy Windows. És akkor nem az eredeti úgynevezett gazda Windows-ba, tehát amit feltelepítünk egyébként normálisan, hagyományos úton, nem oda telepítünk programokat, hanem a virtuális gépbe, a virtuális Windows-unkba, ami nem fog meglátszani az eredeti gazda Windows-ban, gazda operációs rendszerben. Tehát akkor abba telepítünk, az az eredeti Windows-ban nem fog meglátszani, semmi nyoma nem lesz, nem szemeteli tele, se a regisztrációs adatbázist, se fájlokat nem helyezel semmit. Csak és kizárólag a virtuális gépbe telepít, és csak és kizárólag ott használható. Viszont ennek megvan egy nagyon nagy előnye, feltelepítjük a virtuális gépbe, megnézzük, hogy tetszik-e, ha tetszik, akkor feltelepítjük az eredeti Windows-unkba is. Így megkíméljük az eredeti Windows-t attól, hogy teleszemeteljük, megőrizzük hosszú távon is az épségét, nem lassul le, sokkal több ideig tart, még lelassul, esetlegesen újra kell telepíteni, nem szemeteljük tele, nem foglal annyi helyet, és a virtuális gépet ezt bármikor újra tudjuk telepíteni, vagy visszaállítjuk egy előző állapotra, és akkor az sem nő meg annyira, annak sem nő meg a méret olyan rettentő mértékben. Így ki tudunk próbálni programokat, vagy ha ki szeretnénk próbálni, de nem szeretnénk virtuális géppel foglalkozni, vagy a gépünk nem bírja el a dupla Windows-t, mert ugye hát nyilvánvalóan akkor két Windows fut egyszerre, gazda Windows, illetve maga a virtuális Windows-unk. Hogyha ezt nem bírja a gépünk, akkor kipróbálhatjuk a különbözőféle
hordozható portable telepítés nélküli programokat is. Hát szerintem mondom, hogy ez az egyik fő oka annak, hogy lelassulnak a Windowsok. Legalábbis én ezt tapasztaltam eddig leginkább a fő oknak. Ugye hát mondom, ennek az oka, hogy egyrészt elindulnak automatikusan, háttérben futnak, processzort, memóriát használnak, és ezzel is lassul, illetve teleszemetelik a Windows könyvtárát, programfájlt meg egyéb könyvtárokat, a regisztrációs adatbázist teleszemetelik, terhelik a gépet, lassítják a böngészőket, és hajlamosak különféle eszköztárokkal teleszemetelni, kiegészítőkkel. Azért mondom, hogy már a telepítés során figyeljünk erre, hogy miket telepítünk fel, milyen kiegészítő programokat, illetve utólag megnézni, hogy automatikusan elindul-e, vagy már a telepítésnél a jobb programok felajánlják esetlegesen, vagy utólag akkor tényleg karban tartani a gépünket. Ezáltal ezt a problémát megoldhatjuk, hogy legalább a programtelepítésektől ne lassuljon le. Hát nagyjából ennyi lett volna ez a hát elég hosszúra sikerült videó. Azért bízom benne, hogy hasznos lesz mindenkinek, és a jövőben meg tudja őrizni a Windows épségét, illetve gyorsaságát.